Sziasztok! A mai videóban a kerékrögzítő csavarokat fogjuk kicserélni egy Honda S2000-esen, mint itt láthattok. A lényeg az, hogy történt egy kis baleset, és rosszat rendeltem. Rossz volt a menetemelkedés, és másfeles helyett 1,25-eset rendeltem, és ráhúztam mind a négy kerékre. Úgyhogy először is át fog kellene vágni. Át fog kelleni, hát javítani a meneteket. Itt van ilyen készlet. Ezt fogom használni hozzá. Azt hiszem ez az. Nem, ez szintén a rossz. Hol van ez? Igen, ezt fogjuk használni. Remélem látszórik. 12-szer másfeles. Ezzel végigfutunk a biztonsági csavarokon és a biztonsági tőcsavarokon, amelyekre ráhúztam biztonságit. Utána szépen felcsavarozzuk ezeket a biztonsági csavarokat. Na gyerünk, nézzük meg! Na szóval ki is jöttünk, találtunk szépen három parkolóhelyet egymás mellett, ami nagyon ritka, úgyhogy próbálok majd hangosan beszélni és nagyon gyorsan megcsinálni, hogy ne foglaljuk senkitől a helyet. Mondom is, hogy milyen szerszámok kellenek hozzá. Kell egy alacsony profilú önelő, mivel ez egy alacsony autó, nem egy Hummer H2-es például. Kell egy 19-es kulcs, maga a menetvágó per javító. Kell egy nyomatékkulcs, hogy visszahúzzuk a kerekeket a megadott nyomatékra, a gyár nyomatékra. Sajnos nem tudom pont gyárira, mert ez csak 105 newtonig húz, és a gyárja 108 newton, de talán azt kibírja még. Kell egy adapter. Utána kell egy breaker bar. Fogalmam sincs mi ez magyarul, remélem majd ti a komment szekcióba megírjátok. És még ugye kellenek a biztonsági csavarok. Gyerünk, essünk is neki! Ugye itt lehet látni, hogy a menetek csöppet roncsolódtak, és ezért kell átvágni, hogy mivel ráhúzom majd az új csavart, akkor ne legyen probléma, ne roncs el se az új csavart, és a menetek is rendben legyenek. Na szóval először rákapottam ezt a menetjavítót. Kézzel megpróbálom. Oké, eddig tudtam. Most pedig nekiállok a lassnyis kulcssal tekerni. Itt a biztonsági csavar, ugye erre probléma nélkül rá kell menni a kézzel és rá kell tudnunk kerni. Nézzük meg. Szépen megy. Probléma nélkül kézzel. Itt a végén már csöpet nehezebben, de megy. Ez a jó csavar. Vagyis hogy a jó tőcsavar. Most próbáljuk meg, amit előbb vágtam. Itt akad, úgyhogy
Megpróbálom még egyszer a menethallgóval. És ráutolja arra a csavart. Szerintem az jó lesz. Szóval ugyanezt a műveletet megismételjük még háromszor, és rendben is leszünk, azt szerintem nem fogom lekamerázni, mert túl sok idő és elhúzna a videó idejét, majd később jelentkezem. Ugye beállítottam 105 Newtonra a nyomatékkulcsot, ez a maximum, amivel tudok húzni, és akkor kezdjük is el csillag mintába behúzni a kerékcsavarokat. Szóval sikerült megcsinálni az összes elbaszott kerékcsavar. Remélem tetszett a videó, valamennyire hasznos volt, és valamilyen infókat ki tudtatok magatoknak belőle sajátítani. Ez az első videó, így amit csinálunk, úgyhogy remélem ez csak jobb és jobb lesz idővel. Köszönöm szépen, hogy megnézted, sziasztok!